Demokraták, magyarok! A békénél ma többet ünnepelünk, a nácizmus legyőzésén túl európai értékeket kerestünk, találtunk, és a mindenkori tanulság, hogy ezért harcolnunk kell, vigyáznunk kell, őriznünk kell őt, mert nem adatik meg magától. Évtizeden át beleszoktunk, hogy útlevél nélkül utazhatunk, hogy jövünk, megyünk, hogy szabadon a szomszédban dolgozhatunk vagy tanulhatunk. Európa jelenti nekünk az együtt európai himnuszt, a zászlót és talán egyszer a valutát, és ez mind hozzátartozik a hazafiságunkhoz. Ezekért a közös értékekért pedig most fel kell lépni, jól ki kell állni, mert amikor a jó emberek hallgatnak, akkor mindenki fél. Magyarország békéjét csak úgy lehet megőrizni, ha azt a fenyegető veszélyekkel arányban álló erőfeszítésekkel szemben állunk. Orbán rendszere önkényuralom. Szemben áll a demokráciával, a jogállammal, a szabadsággal, az emberi méltósággal, a piacgazdaság elveivel. Orbán a rendszerváltás valamennyi értékét lerombolta anélkül, hogy bármit is vissza tudott volna hozni abból a kevéske jóból, amit a Kádár rendszer egykor adni tudott. Orbán rendszere maga az állam helyébe lépett maffia, amit az legutóbb a trafiktender világította meg a napnál világosabban. Sem demokrácia, sem tisztességes piacgazdaság nem lesz Magyarországon, amíg ezt a maffiát el nem üzzük innét. A polip csápjainak szétzúzása után lehet, és kell is kompromisszumot kötni. A jobboldali politikai térfélen majd a megalakuló demokratikus politikai erőkkel, de nem lehet kompromisszumot kötni a politikai maffiával. Don Orbán rendszerét meg kell dönteni. Hiába ül ismét! Hiába ül ismét a karosszékbe, kalapban, felöltőben, övéivel a körében. Hiába védelmezi őt a család több tagja. E rendszert meg kell dönteni, és talán nem is érdemes több szót rájuk vesztegetni. Ezt a rendszert csak a demokratikus politikai erők teljes összefogásával lehet megbuktatni. Közös programra, közös miniszterelnök jelöltre, közös listára, közös választókerületi jelöltekre van szükség. Mint egykor Európában, közös himnusz, közös zászló, közös valuta. Az ellenzéki erőknek ennek érdekében kell a kompromisszumokat vállalva egymással szövetséget kötni. Az összefogás nem egyszerű választási matematika. Sokkal inkább a lelkek összeforrasztásának kezdete. Kezdet, mert a választók jóval több, mint fele meg akarja buktatni Orbán rendszerét, de egyik ellenzéki pártban sem hihetnek még. Teremtsünk Magyarországnak, a magyar népnek esélyt! Az összefogás részleteinek kidolgozására van még idő, de a feltétel nélküli összefogás szándékának kinyilvánítására nincs. Ez már most is késő. Ez szándék egyértelműségéhez. Hiányzik innét nekem Mesterházi Attila, Bajnai Gordon, Fodor Gábor és Gyurcsány Ferenc. Az összefogás célja Orbán kormányának megbuktatása, és ezt követően pedig a demokrácia, az alkotmányos jogállam és a piacgazdaság helyreállítása. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet az Andrássy úton buszozgatás közben államosítani ingatlanokat. Nincs kompromisszum a demokrácia és az önkényuralom között, ezért nincs értelme olyan összefogásnak, amely akár csak tárgyalási alapnak is elfogadja az Orbán rendszer alaptörvényét. Ez az alaptörvény nem más, mint a hatalom kizárólagos gyakorlására irányuló szándék megvalósításának eszköze, és mint ilyen illegitim, illegális,
toldozgatása, megbékélés a törvényszegéssel. És nincs értelme megbuktatni Orbán rendszerét csak azért, hogy a Fidesz hazugságai helyett ezentúl mások hazugságaival traktálják a választókat. Elég volt a tündérmeségből, a csodavárásból, elég volt abból, hogy a magyar embereket az irreális világba kényszerítik, vagy éppen oda menekül csak azért, mert nehezebb szembenézni a valósággal, az ellopott és visszaállíthatatlan nyugdíj megtakarításaimmal. Nincs értelme olyan összefogásnak, amely nem az őszinteséget tűzi az ászl alája. Schumann gondolatával, ahhoz, hogy a békének meglegyen minden esélye, először egyetlen Magyarország kell, immár nem puszta szavakra van szükség, hanem tettekre, csak vakmerő és konstruktív akcióra. E kezdeményezésből születik meg majd Magyarország, egy szilárdan egybefort és összeácsolt Magyarország. Így lesz értelme annak az összefogásnak, amely képes világosan megértetni a választókkal, hogy az Orbán kormány kártételeit kemény szívós munkával, áldozatok árán helyre lehet ugyan hozni, de nem lehet meg nem történtté tenni. Nincs értelme olyan összefogásnak, amelyben nincs elég bátorság a választóknak megmondani, hogy az Orbán rendszer eltakarítása után félelemmentes, kiszámíthatóbb, biztonságosabb életre számíthatunk ugyan, de a boldogabb életért már nem csak a pártoknak, hanem az egész országnak össze kell fognia. A romokat, a trafikokat közösen eltakarítjuk és új Magyarországot építünk. Nincs értelme olyan összefogásnak, amely nem fordul szembe fenntartás nélkül Orbánék Európa ellenes kurzusával, és nem teszi világossá, hogy a magyar nép több mint 80%-ának akaratát kinyilvánító népszavazás után a magyar demokrácia és a magyar emberek érdekeit ma Brüsszel képviseli törvényesen megválasztott, de törvénytelenül működő magyar kormánnyal szemben. A demokratikus ellenzéknek ezt támogatnia kell, és nem lobbizni, úgymond a magyar nép érdekében, azon szankciók ellen, amelyet a magyar kormány szolgálják ki. Azt a pénzt amúgy is ellopják, közgépesítik, kisvállalkozásoknak semmit nem látnak belőle. A minap egy nemzetközi konferencián a tájföldi miniszterelnök asszony a következőt mondta. Még egy fontos leckét tanultunk meg. Értékelni a külföldi barátaink segítségét. A tájföldi demokratikus erőket, a demokráciát fontosnak tartó országok tájföldre gyakorolt nyomása tartotta életben. A szankciók és az elismerés megtagadása nélkülözhetetlen eszköze az antidemokratikus rendszerek feltartóztatásának. Ezt ott egy miniszterelnök érti, értsük meg ezt itt mi is mindannyian. Mi a kormánnyal szemben Magyarország pártján állunk.